Szép estét kívánok mindenkinek! A mai napra a ganglionokról és cisztákról készültem írni egy előadást, csak aztán úgy látszott, hogy ez sokkal nagyobb falat, mint aminek én ezt gondoltam. Úgyhogy nagy tempóban próbálom az dolgokat összefoglalni, mert igen sok mindenről kell ebben az esetben beszéljünk. Természetesen a ganglionok és ciszták kérdését a germán gyógytudomány tükrében fogjuk megbeszélni, de hogy mi is az a germán gyógytudomány, azt meg fogjuk beszélni a következőkben, illetve már is megtaláljuk, hogy hol van a germán gyógytudomány helye. Ugyanis azokat a betegségeket, amelyeknek a elindulását valamilyen fizikai tényező kezdeményezte, hogy így mondjam, azokat fizikai szinten kell megoldanunk. Én gondolom, ezzel mindenki egyet tud érteni. Tehát a mérgezéseket le kellene állítani, normálisan kéne táplálkozni. A balesetek után jó lenne nem benne maradni a konfliktusokban, és a toxikus világunkon, amennyire tudunk változtatni, hát megfelelő környezet változtatásával, vagy megfelelő relaxációkkal ezeket a dolgokat megoldhatjuk. A fizikai tényezékről azért nem beszélek részletesen, mert mindenki ezzel foglalkozik, és annyi hit és tévhit van e körül, hogy elképesztő például, hogy valami diétával fognak megoldani mondjuk egy daganatot, azt el fogjuk érni, hogyha extrém diétákat vezetünk be, hogy a májunk az elindít egy szövetszaporulatot, de semmi más nem fogunk a diétákkal megoldani. Egy daganatot nem a diéta indít el, egy gangliont se a diéta hiánya indítja el, tehát nem a diéta fogja megoldani. A második pontban, a B pontban ugye a biológiai konfliktusokról van szó. Nos, ide tartozik a germán gyógytudomány, mert az, hogy hogyan reagálok én egy stresszes helyzetre, egy váratlan eseményre, ami meglepetésként ért engem, mint derültékből a világ csak más. Szóval ezek a félelemmel teli pillanatok a szervezetünkben elindítanak egy túlélő programot, amit értelmes biológiai külön programnak fogunk nevezni. Aztán itt vannak az önsorsrontó hiedelmek, és ez a legsúlyosabb, amiről bármit is mondhatnék, mert a dolog ott kezdődik, hogy az az ember, aki még önmagához sem őszinte, azzal egyszerűen nincs mit kezdeni, meg fogjuk érteni, hogy miért, de azokkal az emberekkel sincs mit kezdeni, akik nem hajlandók változni, változtatni. Azon a gondolkodás módon, ahogy a nők önmagukra is a világra tekintenek. Mert ez a két dolog az, amit rendbe kell tenni, hogy kibéküljünk önmagunkkal és a világgal, de itt jönnek be a tanult ismeretek, a félrevezetések, a tévhitek, a tabuk és a titkok. Tehát azok az emberek, akik nyitottak, azokkal lehet foglalkozni, akik a saját történetüket nem hajlandók más szempontból is megvizsgálni, azoknak nem fog segíteni a germán gyógytudomány sem. Tehát nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe, kérem szépen, a hiánybetegség, amit azt már említettem, meg az egyoldalú táplálkozásból származó betegségek, ezek nincsenek itt, se a mérgezések, se a balesetek, se az orvosi műhibák által okozott történetek, sem a sugárzások mellékhatásai, és ide az egyéb környezeti tényezőkbe hát sok minden beletartozik, többek között az a világméretű hisztéria, ami tavaly óta tart. Nos, a germán gyógytudományt dr. Rike Gerdhammer szavaival élve orvosoknak és betegeknek szól, akiknek szívük és józan eszük van. Ez a kép is ezt hivatott ábrázolni. És hogy ez mennyire igaz, azt a több mint 10 éves tapasztalat igazolja. Akiknek csak józan eszük van, azok tovább fognak szenvedni, de most már tudományosan. És ha valaki egy 3 napos képzés után, vagy egy konzultáció után, vagy esetleg csupán egy előadás megtekintése után nem gondolkodik el, hogy vajon mit kellene másképp csinálni, és azt nem is viszi véghez,
Azzal nem tudok mit foglalkozni. A germán gyógytudomány azért germán idézőjelbe, mert Hammer doktor felfedezését először új medicinának nevezte el, viszont új medicina néven még 15 féle publikáció látott napvilágot, és ezért Hammer doktor átnevezte germán új medicinának, vagyis germán gyógytudománynak. Tehát ezért történt meg az átnevezés, semmi más oka ennek nem volt, tehát új medicinaként kezdte a pályafutását, majd lett belőle germán gyógytudomány, és hát új medicina és hozzákötött szavakkal még rengeteg másfélét fogunk találni, de az nem a, nem a Hammer doktornak a munkásságát tükrözi. Nagyon sokan utalnak arra, hogy ők Hammer doktor öt természettörvénye szerint gondolkodnak, csak valahogy a végeredmény teljesen más, mint ami Hammer doktor könyveiben, munkáiban felfedezhető, ezért lenne jó a forrásokkal foglalkozni és azzal kezdeni valamit. És az első természettörvényt Hammer doktor annak köszönhette, hogy a 19 éves fia, akit az olasz trónörökös két pisztolylövéssel halálosan megsebesített, 111 nap után meghal Hammer doktor kardjai között. A lövés az 78. augusztus 18-án éjjel 3-kor dördült el. Ez a 19 éves fiú békésen aludt a Kálaró szigeti kikötőben egy csónakban, míg a barátai bent szórakoztak, és 111 nap után, december 7-én meghalt az apja karjai között, és Hammer doktornak két hónap múlva heredaganata lett, amit a akkori tudásával műtétileg engedett megoldani, de se kemó, se sugárkezelést nem kapott. A kollégái 1% túlélési esélyt se adtak neki, viszont Hammer doktor felépülés 81-ben már egy nőgyógyászati ráklinikán dolgozik, mint belgyógyász főorvos, és megkérdezte a ottani daganatos betegeket, hogy és az ő életükben nem történt valami nagyon drámai esemény, tehát súlyos érzelmi konfliktus, félelem, ami hirtelen, váratlanul tört rájuk, meglepetésszerűen, és elszigetelten, magányosan élték meg ezt az egészet. És a kérdésére 200 beteg igennel válaszol, mindenkit, akit megkérdezett, igennel válaszol, és hát nyilván, hogy Hammer doktor német precizitással gyűjtötte az adatokat, hiszen ő meggyógyult a daganatból, és kemósugár nélkül, és kíváncsi volt arra, hogy a többi daganatos ember életében nem történt valami súlyos tragédia, hiszen addig, ameddig nála, amíg a fia nem halt meg a karjai között, addig neki nem volt betegsége. Nos, a lényeg az, hogy ezeket a tényezőket, amit Dirk-Hammer szindrómának nevezünk, DHS-sel rövidítjük, tehát ezeket nem fogjuk tudni elkerülni, ilyen az életünkben bármikor történhet, viszont van egy nagyon fontos dolog, ami csak és kizárólag tőlünk függ, és ez pedig az, hogy meddig vagyunk hajlandó benne maradni a konfliktusban. Ez meg fogja határozni azt, hogy mi lesz aztán a biológiai válasz. Hammer doktornak a felfedezése azért fantasztikus, mert rámutatta arra, hogy ez az érzelmi megrázkódtatás, amit mi magyarul lelki megrázkódtatásnak nevezünk, az agy közvetítésével szervi választ indít el. Ezen a lélek-agyszerv tengelyen kell gondolkodnunk akkor, amikor betegségről vagy krónikus betegségekről beszélünk. Nyilván, amit említettem, ami nem tartozik a germán gyógytudomány tárgykörébe, annak nem lesz az agyban lenyomata. Ez egy nagyon lényeges különbség, hogy ha félelem áll mögötte, akkor van agyi lenyomat, ha nincs félelem a dolgok hátterében, akkor nincsen agyi lenyomat. Tehát a lélek agyszerv tengely azért tökéletes rendszer, mert a beteg a szervi panaszaival jön,
És ebből tudom, hogy mi volt a lelki megrázkódtatása, sőt tudom, hogy az agyban hol van neki lenyomata, vagyis az a Hameri Woods, ami ahova ez a bizonyos érzelmi konfliktus becsapódott. Ha agyi CT-t hozzanak ki, akkor ott újabb bizonyítékát kapjuk annak, hogy, sőt az is kiderül, hogy milyen fázisban van maga az egész folyamat. Nagyon lényeges a lélek agyszerves tengely, mert ameddig nem kezdünk el ezen a tengelyen gondolkodni, soha nem fogjuk megtalálni a betegségek valós okát és a valós megoldást. Az első és legfontosabb valós megoldás, hogy ne maradjunk benne a konfliktusban. Kérem szépen, ha le tudnánk zárni békével a napjainkat, a mai napunkat is, akkor vajon mi történne? Na vajon mi történne? Hát nem lennének konfliktus betegségeink. A futó programjaink végre lezárulhatnának. Ha le tudnánk zárni békével a napjainkat. De mit jelent az, hogy egy érzelmi megrázkódtatást érzelmileg oldjunk fel? Hát először is talán megértéssel kéne a történteket fogadni. És nagyon lényeges, hogy megbocsátással. Megértés és megbocsátás. Megbocsátás nélkül nincs gyógyulás. Megbocsátás vonatkozik arra, hogy megbocsátok önmagamnak, mert nem tudtam, hogy mit cselekszem, és megbocsátok a másik embernek is, hiszen nem ő az én konfliktusomnak az oka, hanem én magam vagyok az oka, mert nem tudtam elfogadni az ő viselkedését, vagy mindezt, ami történt. Aztán jön, hogy elengedem. Elengedem a történetet, ami nem tudok változtatni, azon nem rágódok, még gyomorlátot csinálok belőle. Azon nem bosszankodom, mert ebbe is hasnyálméri programot indítok el. Nem csak elengedem, hanem elfogadom, hogy a dolgok így történtek, és megkeresem benne a tanítást, amiért végül hálát adok. Elmondtam, hogy kell érzelmileg egy konfliktust lezárni. Ha ez így valóban megtörténik, és van egy olyan katarzis élményem, hogy az az érzésem, hogy kitágultam, hogy teljesen másképp látom a dolgokat, akkor kérem szépen, megtörtént valóban érzelmileg a lezárás, és ez azért lényeges, mert akkor ezek a fránya sínek, ezek nem fogják újra elindítani a programot most már újabb konfliktus nélkül. Mert azért rögzítjük a körülményeket egy konfliktus pillanatában, hogy ha ismétlődik valami abból a környezetből, abból az emlékeztető valamiből, hogy akkor rögtön tudjon a biológiám reagálni, mert minden kérem szépen a túlélésről szól és a faj fenntartásáról. De ha érzelmileg lezártam valamit, akkor eltűnnek a sínek. A sínek nagyszerű dolgok, mert emlékeztetnek, segítenek megtalálni magát a DHS-t. Magát azt a konfliktust, ami elindította a programot. De szeretném megjegyezni, hogy ha a DHS-t nem találjuk, akkor is van megoldás, hiszen a biológiánk unalmában nem betegszik. Ez a táblázat itt a hátamnál hajszálpontos válaszokat ad mindenkinek a kérdéseire. Ez egyszerűen döbbenetes, hogy ezt Hammer doktor leírta. Én nekem orvosként ez egy hatalmas dilemma volt, hogy lehet-e ennyire egyszerű a medicina. És kiderült, hogy igen. Most megyünk tovább, és szeretném felhívni mindenkinek a figyelmét arra, hogy mindenki számára az egyetlen valóság a saját megélése. És nem az számít, hogy mi történt, hanem az számít, hogy én erre a konfliktusra miként reagáltam. A Hammer doktor mondatán kívül találunk még egy mondatot, egy figyelmeztető mondatot a weblapon, ami tőlem ered, hogy a betegség a beteg nélkül nem gyógyítható, hiszen az, hogy ő mit élt meg, azt csak ő fogja tudni elmondani. Egy hozzátartozó le tudja írni a történetet. Senkinek nem fogunk belelátni a lelki világába, hogy ő valójában mit élt meg, tehát abban az esetben, ha csak kivételesen a beteg képtelen arra, hogy levelet írjon, akkor írja le más helyette a levelet, de szó szerint úgy, ahogy ő mondja. Semmit ne változtassanak rajta, mert a szóhasználatban nagyon, de nagyon sok minden benne van.
Ez az én kérésem. Különben ne kérjünk senkinek se segítséget azért, mert én úgy gondolom, hogy meg kell mentsem az unokámat, vagy a lányomat, vagy a fiamat. Annyit kell nekik elmondani, itt van a weblap, tessék szíves lenni ide ránézni, itt van ez a menüpont, hogy kapcsolat, itt lehet kattintani, és lehet levelet írni bárkinek. Én ezt szeretném kérni, mert a másoknak kért időpontok sose jönnek be. A második természettörvényből kiderül, hogy két fázisban zajlik le minden értelmes biológiai különprogram, van egy konfliktus aktív és van egy megoldást követő fázis. Konfliktus aktív fázis logikus, hogy addig fog tartani, ameddig benne maradtam a konfliktusban. Csak hogy ennek meg lesznek, kérem szépen, a következményei. Jó lenne, hogyha tisztában lennénk vele, hogy a következmények csak és kizárólag tőlünk függnek. A konfliktus becsapódásának a pillanata, tehát maga a DHS, mert valami történt az életemben, valamit úgy éltem meg, hogy hát a mérgemben fenékbe tudnám rúgni ezt az egészet, tehát képtelen vagyok rá, mert jó nevelt vagyok, hát nem fogom fenékbe rúgni a kedves barátomat, vagy a főnökömet, vagy bárkit. Na de mivel ha valamit képtelen vagyok megcsinálni, akkor a konfliktus aktív fázis alatt nem fogok semmi más, semmi szervi tünetet észlelni, semmi fájdalmat, viszont zakatol az agyam, nem tudok éjjel elaludni, ha elalszom, felébredek, nincs étvágyam, és ha még elindítok vagy öt programot, természetes, mert minél intelligensebb vagyunk, annál tökéletesebben tesszük magunkat tönkre, szóval akkor elindul a konfliktus aktív fázisban a fogyás. Nem fogunk rendesen táplálkozni, lefogyunk, és természetes az is, hogy emelkedik a vérnyomás, mert ez a nagy kék terület, a konfliktus tömeg azt jelenti, hogy a szimpatikus idegrendszer túlsúlya az, ami bennem dühöng, és ez mindig vérnyomás emelkedéssel, pulzus emelkedéssel jár, és hideg a kezem, hideg a lábam, mert feszült ideges vagyok, hát tessenek csak a vizsga időszakra gondolni, bármilyen vizsga vagy megpróbáltatás előtt állunk, hideg a kezünk, hideg a lábunk, ezért van ez kék színnel jelölve. A konfliktus megoldása, itt ez a KM, nem kilométer, hanem a konfliktus megoldása, az a pillanat, amikor a biológiám átvált és a megoldást követő fázis következik, vagyis mindazt, amit a konfliktus aktív fázisban a biológiám megtett a túlélését, a megoldás követő fázisban helyreállítja a rendet. Ez bizony az esetek 90-95%-ában fájdalommal jár, és hát az exudatív fázis, az epileptoid krízis és a hegesedési fázis a három része ennek a megoldás követő fázisnak. Mi történik az exudatív fázisban? Vagyis amikor szöveti folyadék, a sejtek közötti állomány folyadék tartalma megnövekszik. Hát nyilván, ha megnövekszik, akkor duzzat lesz, feszülni fog, fájni fog, gyulladás jelentkezik, tehát meleg is lesz, piros is lesz, és nem tudom használni megfelelően vajon mit, hát a láb fejemet, érzem, hogy a nagy lábujjam felett van valami dubor, valami ott fáj, és ez azt jelenti, hogy amit lebontottam a konfliktus aktív fázisban, fájdalom nélkül, azt itt fájdalommal fogom visszaépíteni. Nagyon jó lenne, ha örülni tudnánk a fájdalomnak, mert azt jelenti, hogy éppen gyógyulok. Nem kéne a klasszikus fájdalomcsillapításon kívül más tenni. Persze borogatás, gyulladás csökkentő, fájdalomcsillapító tabletták szedhetőek, és pihentetés, kérem szépen pihentetés, mert azért fáj, hogy pihentessem a lábam, hogy a biológián tudja helyre tenni mindezt, amit én tudatlanul, mert nem tudtam, hogy mit cselekszem, ezért kérem, a konfliktus aktív fázisban lebontottam, mondjuk a nagy lábujjam alapízületének a környékét, jó?
Nem egész, ízület és ízületi tok legyen. Na, az epileptoid krízisnek az a gyönyörűsége, hogy ebben az esetben eltűnik a fájdalom, elkezdek több vizeletet üríteni, mint amennyit eddig megittam, vagy amennyit fogyasztottam. Az eddig fennálló fejfájásom elmúlik, és utána vissza fog térni a fájdalom, mégpedig a hegesedési fázisban. Az exudatív fázisban egy laza szöveti szerkezet alakul ki, a hegesedési fázisban viszont ez meg fog erősödni. Ez van szervi szinten, de mi van agyi szinten? Hát amikor becsapódik a DHS, akkor itt látjuk ebben a felvételen, belerajzoltam a közepébe, mintha amikor bedobok egy bet a tó közepébe, egy körkörös gyűrűk fognak kialakulni a konfliktus aktív fázisban. Megoldás követő fázisban nem csak a szervi szinten jelenik meg a duzzanat, vagyis a vízgyűlem, hanem megjelenik a koponya megfelelő, illetve az agy megfelelő részén. És itt láttunk két relét, nézzük meg, itt aláhúzom mind a kettőt, és nézzük meg, hogy a baloldali relében, kérem szépen, a sötétebb foltot látok, tehát a megoldás követő fázisban, az agyi relében, az addig felgyülemlet, illetve az exudatív fázisban, a folyadék nem csak a szervi szinten, hanem az agyi szinten is felszaporodik, és ez fogja okozni a fejfájást, majd az epileptoid krízisben kipréselődik az agyi folyadék, és ezt látjuk itt a baloldali alsó, vagy a jobboldali oldalsó relében, hogy éppen elkezdődött a folyadéknak a kipréselődése. Vagyis, ha meg akarom jelölni, akkor itt kezd, ezeken a pontokon tudom mutatni, hogy itt járunk a biológiai programban, amikor ez a CT-kép készül. Tehát éppen szűnőben van a fejfájás, több vizeletet ürítünk, és a hegesedési fázisban, pedig ez a folyadék, mire beindul a hegesedési fázis, ez a folyadék eltűnik. Nyilván a becsapódott konfliktusnak lenyomata marad még az agyi relében, annak függvényében, hogy mennyit ültem a konfliktus aktív fázisban. Ez egy nagyon lényeges kérdés, és megint szólnék, hogy a legfontosabb megoldás arról szól, hogy nem újjék el napot a haragoddal. Hogy mi fog történni a konfliktus aktív és a megoldás követő fázisban, az az egyetfejlődés, azaz az embriológia ismeretében fejthető meg, és 86-ban Hammer doktor visszalapozva az embriológiába rádöbbent arra, hogy milyen összefüggések lelhetők fel a szervezetünkben. Mégpedig az, hogy ugye tudjuk, hogy sejtekből vagyunk felépítve, amelyek működnek, és ezért vagy sejteket építek a konfliktus aktív fázisba, de akkor ezeket lebontom a megoldást követő fázisba, vagy sejtet sorvasztok a konfliktus aktív fázisba, és ezeket visszaépítem a megoldást követő fázisba, vagy működést gátlok, fékezek, blokkolok, és feloldom a működés blokkolását a megoldást követő fázisba. Tehát a legegyszerűbb egyenletet látok, amit el lehet képzelni. Ha itt építettem, akkor a megoldásban azt lebontom. Ha itt lebontással kezdtem, akkor azt visszaépítem. Ha működést gátoltam, akkor a működést fogom visszaállítani. A krónikus betegségeknek az oka, és így a cisztáknak és a ganglionoknak is az oka, a fel nem oldott konfliktus. Mi az, hogy fel nem oldott konfliktus? Hát a függő konfliktus aktivitás azt jelenti, hogy el se jutottam a megoldásig. Még mindig benne vagyok a konfliktusban.
És akkor vagy hatalmas szövetszaporulatot fogok csinálni, vagy egy extrém szövethiányt, vagy egy működésmódosulást, például lebénulok, vagy cukorbeteg leszek, vagy éppen az arcom félrehúzódik, és egyéb ilyen tünetek. A függőgyógyulás azt jelenti, hogy ugyan eljutottam a megoldásig, de nem érzelmileg raktam le a dolgot, ezért érkező sinek, amik rövid időre hatnak, mindig megakadályozzák, hogy végigfusson a megoldási szakasz. Túl gyakran jönnek a sinek, az emlékeztető körülmények mondjuk naponta, és ezért folyamatosan benne vagyok a megoldás követő fázisban, és élvezem a fájdalmat. A policiklikus lefolyásnál mindig eljutok a program végéig, tessék nézni, itt a vége, fuss el véle, de újraindítom az egészet, miért? Mert nincs megoldva a program érzelmileg, és ezért minden egyes sin, ami ritkában érkezik, újraindítja a programot. De az is lehet, hogy semmit nem tanultam egy melldaganatból, amit 2 éve meggyógyítottam, írja egy hölgy, mert 2 év múlva csinált egy másik melldaganatot. Ugyan ismeri a germán gyógytudományt, tudja, hogy az aggódással melldaganatot indít el, de utána megint lazán, ugyanúgy él, mint addig, tehát aggódik. Szóval jó lenne ezekkel a dolgokkal tisztában lenni. A harmadik természettörvénye szinte egy időben fedezi fel Hammer doktor, a negyedik természettörvényt, ami rámutatta arra, hogy kik a segítőink. Kérem szépen, bennünk vannak a gombák, a gombabaktériumok, baktériumok és a vírusok, ahogy látjuk itt a képen. A gombák és a gombabaktériumok segítenek lebontani a feleslegessé vált sejteket, az agytörzs és az kisagy által vezérelt túlélő programokba, ezeket is mindjárt meg fogom nevezni. Most csak annyit jegyezzünk meg, hogy ezek nem kórokozók, hanem ezek a mi segédeink. Segítenek lebontani a felesleges sejteket. Ezek a sejtek a nyírokrendszer segítségével fognak újra hasznosulni, mert a sejt az egy nagyon, nagyon, de nagyon értékes eleme a szervezetünknek. Ha már nincs rá szüksége, ami még használható belőle, azt hasznosítja. Tehát akinek azt mondják, hogy teli van a hasa áttétekkel, mert nyirokcsomó megnagyobbodások vannak a hasában, azt lehet akárminek is nevezni, csak a jó hírem az, hogy éppen gyógyul az illető, a máj, a bél, vagy valamilyen más hasüregi programja következtében. Tehát a nyirokcsomó, a környéki nyirokcsomó megnagyobbodás ezt jelenti. A hónajban tapint valaki nyirokcsomót, és még érzékeny is ráadásul, akkor a MEL programját teszi helyre minden valószínűséggel. Tehát agytörzs és kisagy. Amikor viszont az agyvelő és az agykéreg által vezérelt programokról van szó, akkor először bontunk, aztán visszaépítünk, és itt segítenek a baktériumok az agyvelőnél, és a vírusok az agykéreg által irányított programokba. Tehát amikor lesz egy gennyes folyamat, egy gennyes elváltozás bent a sejtszinten, akkor tudunk róla, hogy ez is a gyógyulásnak a folyamata, és nyilván, hogy lesznek olyan dolgok, amit meg kell nyitni, ki kell üresíteni, stb. Tehát orvosi beavatkozást fog igényelni, csak nem kellene annyit csücsülni abban a drága konfliktusban, hogy ilyen intenzív legyen a szöveti reakció. Az agykéreg által vezérelt programokban az úgynevezett vírusok fognak segíteni. Tehát ha valakinél humán papilloma vírust mutatnak ki, ez a HPV, akkor nem gyorsan oltás után kéne szaladgálni, hanem le kéne szokni a féltékenységre. Ha valakinek hepatitis C-t mutatnak ki, akkor megint nem az oltást kellene
előnyben részesíteni, vagy a krónikus kezelést és visszajárás fél évente vagy három havonta a kontrollra, hanem azzal kéne foglalkozni, hogy leállítsuk a bosszankodást. Vannak kórokozók, valódi kórokozók, de hát azok rajtunk kívül vannak. Vannak természetes kórokozók, és vannak mesterséges kórokozók, amelyeket már gonosz emberek ártó szándékkal hoznak létre. Technikai feltételek ehhez megvannak, és most éppen ennek a korát éljük. De ne feledjük, ha én békében élek önmagammal és a világgal, akkor az én védekezési rendszerem, amit immunrendszernek neveznek a medicinában, képes megoldani azokat a kihívásokat, amelyek kívülről érkeznek. Ez mindig így volt. Ha nem így lett volna, kipusztult volna az emberiség. A természetes út, amin a szervezetünkbe valami be tud jutni, az itt van, szájüreg és a végbélnyílás a vége. Nem az injekciók, tehát a bőrön keresztüli bejutatás valaminek is a természetes útja. Jó lenne ezzel tisztában lenni, hogy különbséget tegyünk a számunkra hasznos és a számunkra káros valódi kórokozók között. Ha nézzünk az ablakon, azt mindenki látja, hogy minden élőlény minden nap az életéért, vagyis a túléléséért küzd, valamint dolgozik azon, hogy a faj fennmaradjon. Tehát a minden, ami bennünk történik, élő lényekben, biológiai lényekről beszélek most, az emberről most csak annyit mondok, mint biológiai lény, azaz a 4%. Ha én, mint biológiai lény, mindent a túlélésért és a faj fenntartásáért csinálok, ez mutatkozik meg bennem. Akkor kérem szépen, nincsenek rossz indulatú, meg ismeretlen, meg gyógyíthatatlan betegségek, csak rossz indulatú emberek vannak. Vagy nevezzem őket tudatlanoknak. Mert nem hajlandók megérteni, hogy az élet él és élni akar. Ehhez szerintem semmilyen állatkísérlet vagy statisztika nem szükséges. Ezt mindenki meg tudja állapítani, ha nyitott szemmel kinéz a természetbe. Ez a törvény, az ötödik természettörvény kéne megnyugtasson mindenkit, és akkor nem volna pánik, nem volna félelem egy fájdalmas gyógyulási folyamat kapcsán, és nem indítanánk el felesleges problémákat. Most részletesen az öt természettörvényről van előadás, ajánlom hozzá megnézni. Tehát a öt természettörvényről szóló előadásokon kívül. Jó lenne megnézni, hogy miért akad el a gyógyulásunk. Jó lenne megnézni azt, hogy miért választod mindig a szenvedést, és jó lenne megnézni a harmadikként, hogy újrakezdés új alapokon, minden nap egy új lehetőség. Ezek nagyon fontos előadások a sok között, amelyek megoldásokra is hívják fel a figyelmünket. Most ugye, ahogy mondtam, a konfliktus típusokról is fogok szólni az agyi szinteknek megfelelően. Az agytörzs sárga színnel van jelölve, itt a koponyának, illetve az agynak a nyíl irányú metszetét látjuk, és alul látjuk sárga, és sárga satírvonallal, a narancssárga a mezőben az agytörzset és a kishagyat. Ezek együtt az ősagyat képezik, mindkét agyi központba érkező program hatására szervi szinten szövetszaporulat indul be. Fölötte van a nagy agy, vagyis agykéreg és agybelő, az ide érkező konfliktusok, becsapódások hatására szervi szinten sejtszintű sorvadás fog elindulni. És külön az agykéreg tud foglalkozni azzal, hogy működést gátoljon, konfliktus aktív fázisban, majd a működést helyreállítsa, és ez a táblázatnak ez az utolsó kicsi része. De nézzük akkor az agytörzset. Az agytörzs a falat konfliktusokkal foglalkozik, mert minden, ami a túléléshez kell, azt én meg kell kapjam. Ezért nevezte Hammer doktor falatnak, tehát nem csak táplálék falatról, hanem
levegő, víz, fény és hangfalatról is szól a történet az agytörzsi programoknál. És itt a legsúlyosabb dolog, kérem szépen, a magány, egzisztenciális konfliktus elindítása, mert ez víz visszatartásához fog vezetni, és sokkal, de sokkal súlyosabb állapot fog kialakulni, mintha ezt nem indítanánk el. Ennek ismerete fontosabb, vagy mondjam, a legfontosabb, de hát ehhez, hát hogy mondjam, legalább annyit meg kellene érteni, hogy egy holografikus univerzumban senki nem lehet magányos, senki nem ül véletlenül ezen a webkonferencián, több százan vagyunk itt, hanem azért van itt, mert egész véletlenül ugyanaz a rezgés érdekli, ugyanaz az információ, amiről én éppen beszélek. Akiket ez nem érdekel, azok nincsenek itt, azok másokkal vannak kapcsolatban. De folyamatosan kapcsolatban vagyunk egymással, ezt tessenek megérteni, fizikai képtelenség az, hogy magányosok legyünk. Ezzel begyűjtjük a vizet, ha ezt elindítjuk, és hát ide tartozik még egy csomó más megfogalmazás, amiről legalább 3-4 webkonferencia szólt, tessék a veséről szóló előadást, a magányról szóló előadást megnézni, és akkor megértettük a részleteket. A magánynak és az egzisztenciális konfliktusnak, mondom, nagyon súlyos következménye van. Leáll a vese, begyűjtjük a vizet mondjuk a hasüregbe, ha éppen egy máj programunk van, vagy egy petefészek program, és akkor ott vége a történetnek. Jó lenne ezt a programot leállítani. Az agytörzs által irányított programokat itt találjuk a táblázatnak, az első oszlopában sárga színnel jelölve. A kisagyi programok a narancssárga oszlopnak a felső mezejét foglalják el, ide jönnek a vélt vagy valós, bocsánat, ide jönnek a vélt vagy valós támadások, a bemocskoltsági konfliktus és a gondozási konfliktus. Ez azt jelenti, hogy mindenki megértse, hogy az agyunk nem tesz különbséget a valóság, az álom és az illúzió között. Tehát, ha én attól félek, hogy megtámadnak engem, a szomszédok, a migránsok, vagy bárki, akkor a biológiám sejtszaporítással elindít programokat. Az irhában, a burkokban, szívburok, mellhártya, hashártya. És ha úgy érzem, hogy bemocskolták a becsületemet, akkor meg elindítom az irha járulékos szöveteinek, szerveinek a programját, és ebből fogok tudni csinálni az egyszerű pattanástól a fagyuméri gyulladáson át, egész a melanómáig, nagyon sokféle érdekes dolgot van róla a webkonferencia. A gondozási konfliktus pedig azt jelenti, hogy túlzásba viszem az aggódást, és amint erről már szóltam, ebből meldaganatot fogunk magunknak előállítani. Ez a meldaganat kialakításának az egyik feltétele, a másik az állandó vita veszekedés, ugye ez a gondozásnak pont az ellentéte, és van egy harmadik, az pedig az elválasztási konfliktus, ami a tejmirigyek kivezető csatornájának a nyálkahártyáján hatnak, de az már a piros oszlopba tartozik. Tehát, ha nem aggódnánk, ha nem veszekednénk, és ha nem jönnénk meg az elszakadás megoldhatatlan fájdalmát nem élnénk meg, hát akkor nem volna meldaganat a világon. Ez volna a megelőzés, és nem, hogy kimegyünk, és mit tudom én, feldíszítjük valamelyik hidat valamilyen zászlókkal, hogy felhívjuk a figyelmet a meldaganatra. A meldaganatra ezzel kéne felhívni a figyelmet, hogy ezt a három konfliktust, drága hölgyeim és uraim, le kellene zárni életre. Az agyvelő által irányított programokat itt találjuk a narancssárga oszlopnak a második részében, és itt most már először mindig bontom a szöveteket, és a megoldásban pedig visszaépítem a hiányzó szöveteket. Ne feledjük, hogy önleértékelés önpusztítást jelent. Ez egy nagyon megfontolandó dolog, hogy mi a fenének tudom én magamat leírni.
Miért nem tudom elfogadni, hogy úgy vagyok tökéletes, ahogyan vagyok? Már biológiai lényként is a túlélésről szól a történet. Ha valaki csak a biológiai testével azonosítja magát, ott ül dr. Budai László Károly tetemetárnya, orvosi táskáján ott ül szépen csendben, elégedetten, kapott enni, inni, van levegője, van vize, túlélése biztosítva van. És tökéletesen ketyeg, tökéletesen működik. Miért? Mert ha nincs konfliktus, nincs betegség. Szóval jó lenne ezt a fajta életmódot elsajátítani, és akkor a félelemre fordított energiánkat egészen más dolgokra, például teremtésre tudnánk fordítani. Szóval az önleértékelés egy súnyi dolog, mert nem fáj a konfliktus aktív fázisban, ugye nem fájt semmi a lábamon, de a megoldásban jött a nagylábujjam alapizületének a fájdalma. Nos, ez csak egy része a dolgoknak, ebben majd mindjárt részletesebben belemegyünk. Az agykéreg által irányított programoknál, amik a sejtekre hatnak, az a piros oszlopnak a tetejét foglalja magába, itt is először bontunk, és a megoldásban pedig visszaépítünk. Elválasztási konfliktusok, birtokzónás konfliktusok, birtokzónán kívüli konfliktusok és működésváltozások tartoznak ide, és amit említettem, a táblázat alján vannak a működésváltozásról szóló túlélő programok. Nem az lenne az alapvető dolgok, hogy tisztázzuk, miért élünk meg konfliktusokat, hogyan tegyük feleslegessé. Ez is egy előadás címe. Jó lenne megkeresni és megnézni. Ugye felvetődik mindenkiben a kérdés, aki esetleg először hallja az öt természet törvényt, hogyha ez ilyen logikus és egyszerű, akkor miért nem ezt tanítják az egyetemeken? Nagyon egyszerű, ha megnézzük a Szabadságot a léleknek című 37 perces riportot, a Tudástár videó ennyi pontban, ott van az ébresztő között, hát akkor meg fogjuk érteni, hogy ki és mi vezeti ma a medicinát. 1910 óta, 111 éve ugye megjelent a Flexner tanulmány, és átírták a gyógyításnak a forgatókönyvét, és az orvosnak már gondolkodnia se kell, mert le van minden írva a szent protokollba, hogy kivel mit kell csinálni, milyen tünetre, milyen vegyszert kell adni. A gyógyszernek azt nevezném, ami tényleg gyógyít. Ez ugye a gyógyszerek 5%-ára igaz, a többit meg el kell adni, fel kell írni receptre. Szóval 88-ban végre, bocsánat, 1998-ban elismerik Hammer doktornak az első négy természettörvényét, ugye 94-ben fedezi fel az ötödiket, és a négy természettörvény alapján már igazolták mindenkinek a betegsége mögötti valós okokat, mindez trónálva, azaz a pozsonyi kórházhoz tartozó Szent Erzsébet kórházban történik meg nagyszombaton. A Nagyszombati Egyetemen, bocsánat, nem péntek nagyszombatján, csak hogy félre ne értsük. Szóval, ha már erre így felhívtam a figyelmet, akkor arra is felhívnám a figyelmet, hogy itt a Nagyszombati Egyetemnek a pecsétje az egészen kifejező, erre majd rámagyítunk, látni fogjuk, hogy kinek a fejét ábrázolja a Nagyszombati Egyetemnek a pecsétje, és hogyha tisztában vagyunk vele, hogy senki, de senki nem tudta még tudományosan megcáfolni Hammer doktor igazságait, akkor el kéne gondolkodjunk rajta, hogy ezek szerint a mai medicina nem az egészségügyel, hanem a betegségügyel foglalkozik, és nem a betegek javát szolgálja, hanem a gyógyszeripart szolgálja ki, és akkor érthető, hogy én 10 éve miért léptem ki ebből a rendszerből, mert én pedig a betegeket szeretném szolgálni legjobb tudásom és szándékom szerint. A
németországi Tübingeni Egyetem nem volt hajlandó foglalkozni Hammer doktor téziséivel. Hiába volt bírósági ítélet, határozat arról, hogy az egyetemnek le kell folytatnia a vizsgálatokat, az egyetem meghúzhatta a vállát, és mondhatta, hogy nem kíván ezzel foglalkozni. Mi lenne, ha a bűnözőkre hozott ítélet után a bűnözők azt mondanák, hogy köszönöm szépen, de én ezzel nem kívánok foglalkozni, és szépen elmenne haza, vagy valahova. Szóval érdekes világban élünk, és az, hogy vannak egyenlők meg egyenlőbbek, ez nagyon, de nagyon látszik. Nos, a következő lépésben akkor nézzük meg, hogy mi is az a ciszta, meg mi az a ganglion. A ciszta az kötőszövetes tokkal körülvett üreg, amiben vagy folyadék, vagy gáz, mondjuk levegő van, és ez a folyadék, ez lehet víz, vagy vér, vagy valamilyen váladék, vizelet, emésztőnev, teljesen mindegy. De egy zsákszerű testüreg, és ezért tömlőnek is nevezik. Azért ciszta, mert a görög küsztis, hólyag, tömlő szóból származik, és látni fogjuk, hogy a ciszta és a ganglion fogalma az úgy keveredik. Van olyan ganglion, amit cisztának neveznek, és akkor a lényeg nem az elnevezésen van, mint mindig, mert a medicinában az elnevezések nagyon, hát hogy mondjam, szerteágazóak, és nagyon sokszor semmilyen tudományos alapot nem lehet kimutatni mögöttük. Viszont jó lenne, ha magát a lényeget értenénk meg, amikor cisztáról beszélek, vagy ganglionról. Kezdjük a dolgokat kívülről befelé. A bőrcisztát vagy fagyú cisztát kársadaganatnak is nevezik. Legtöbben kársadaganatnak ismerik, és hát tudjuk, hogy ha írháról van rész, mert ugye a bőrnek három rétege van, a felhám, az írha és a bőralja. Tehát, hogyha az írha réteget érintő szövetszaporulatról beszélek, akkor milyen konfliktusról lehet szó, na vagy milyen konfliktusról, vélt vagy valós támadási konfliktus. Ennyire egyszerű. Ha ez nincs megoldva, mint látjuk ezen az ábrán, vagyis függő konfliktus aktivitás van, akkor egy hatalmas szövetszaporulat fog kialakulni. Na most, ha eljutottunk ide, hogy végre átmegyünk a megoldást követő fázisba, akkor mi történik? Hát akkor ez a nagyra nőtt szövetszaporulat le lesz bontva, és kársadaganat megnyílik, kiírul belőle nagy mennyiségű fagyú, vagy szövettörmelék. Például valaki lemegy a pincébe, és alacsony a pinceajtó, és beveri a fejét. És ez támadásként megért konfliktus, még fogja is a fejét, hogy a fene megette, hogy beütöttem, támadás. És de minden nap lemegy a pincébe. Most már tudja, hogy lehúzza a fejét, de a konfliktus nincs feloldva érzelmileg, tehát ez a daganat folyamatos konfliktus aktivitásban marad. És csak nő, csak nő, csak nő. Amikor végre így azt mondja, hogy te jó Isten, fejére csap, és nem támadási konfliktusként éli meg, hogy a fejére csapott, szóval amikor ezt megoldotta, akkor megindul a lebontás, és megnyílik ez a valami, és a nagy mennyiségű, hát szövettörmelék szépen ki fog jönni. Vannak emberek, akiknek a fejükön vannak ilyen kis búbok, és nem tudják felfogni, hogy. Persze nem kell én direkt beverjem a fejemet, elég, ha valami hírt én úgy élek meg, hogy na ez jó fejem vágott engem. És akkor csak egyetlen helyről beszéltem, a fejre vonatkozó támadási konfliktusról, de akárhol máshol is megélhetünk ilyesmit. Na most a szőrtűző körül is ki tud alakulni ilyen gennyes zacskó, vagy ha gennyűrül a bőrfelszínen, akkor azt már kelésnek fogják nevezni.
ez mind arról szól, hogy sokáig fel nem oldott támadási konfliktus, és akkor nyilván, ha pattanás is arról szól, hogy a bemocskoltsági konfliktus alapszinten, hogy kinyomjuk azt a fagyú és geny keveréket, ami ott van, és utána jön a következő konfliktus, hogy még csúfabb vagyok, mint az előtt. Ezt a tinédzserek megélik, és aztán függő gyógyulásban fognak maguknak csinálni egy nagyon szép szeborreás dermatitis, de nézzük meg az írháról, illetve a bőről szóló webkonferencia anyagot is megértünk. Csak felhívnám a figyelmet három felkiáltó jellel, hogy az, amit zsírdaganatnak neveznek, annak semmi, de semmi köze nincsen, kérem szépen, még a zsírhoz sem, mert az gliasejt szaporulat, és itt a DHS, a fájdalomtól való félelem. Ebből lesz a neuroglia, vagy Recklinghausen-kor, a neurofibromatózis és a többi. Ezeket az írháról szóló előadásban fogjuk megérteni. Tehát beszéltünk már egyfajta cisztáról, ami másképpen kásadaganat, csak Isten ments azt a kását megenni, vagy megfőzni. Van olyan is, hogy hereciszta, és ez a mellékherének a biológiai programja. Tehát ugye a mellékhere az ondóvezetéknek a kezdeti szakaszát jelenti, ahol az ondósejtek befejezik az érlelési folyamatokat. És innen lesz aztán, kérem szépen, mondjam azt, hogy ez a kilövő pályának, vagy a kifutó pályának az eleje. És a programja a mellékherének együtt halad a here programjával. Na most herének kétféle programja van. Az egyik a belső csiralemezhez kötött, a másik pedig a középső csiralemezhez kötött. Mind a kettő vesztességkonfliktusról szól, csak az, ami a belső csiralemezhez kötött program, ott én vesztességet éltem meg, és semmi más. Ami a középső csiralemezhez kötött program, és a hormontermelő sejteket érinti, ott is vesztességkonfliktust éltem meg, de bennem van a lelkiismeret furdalás, hogy hibásnak érzem magam azért, mert ez a veszteség megtörtént. Milyen veszteségről beszélünk? Nehogy anyagi veszteségre gondoljunk, mert a biológiának köze nincsen az anyaghoz ilyen szinten. Itt mindig egy szeretett élőlény elvesztéséről beszélünk. Egy szeretett élőlény, és ez nem csak az apám, az anyám vagy a gyerekem lehet, hanem ez lehet egy házi kedvencnek is a elvesztése. Kedvenc cicámat elütötte az autó, és ott látom a lenyomatát az aszfalton két dimenzióban. Szóval ez akkor egy hatalmas trauma annak, aki szeretettel kötődött ahhoz a cicához. És ha arra megy egy járókelő, mit fog látni? Ja, egy döglött macska. Ennyi. Tehát mindig az én megélésem az egyetlen valóság. A konfliktus aktív szakaszban, tehát ebben a fázisban a sejtszaporulat beindul éppen úgy, mint a herének az őssejtjeiben, és itt azért lesz szaporulat, mert jön a veszteségi konfliktus által, jönnek a sejtek konfliktus aktív fázisban, ondó sejtszám növekedéséhez nagyobb hely kell ahhoz, hogy tároljuk és érleljük őket. Tehát ez teljesen normális, és ez nem okoz semmi problémát. Viszont a megoldásban a lebontás az mellékhere gyulladást fog okozni. Na, hogy tudunk ebből csinálni egy herecisztát, uraim? A függő gyógyulásba tesszük át a programot, mert akkor a csatornafal el fog vékonyodni, és létrejön, kialakul a ciszta be az elvékonyodott csatornafal miatt. Tehát a függő gyógyulással mi történik? Itten építettem, és itt rontok, bontok, 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 és egyre vékonyabb lesz a csatornafal. Így remélem, hogy érthetővé vált, hogy hogyan tudunk magunknak herecisztát létrehozni. Hát tudnám, hogy soha, de soha senkit nem birtokolhatok,
Ha ezzel tisztában lennék, akkor még veszteség konfliktus se tudnánk megélni. A testünk önleértékelési térképe ebben a könyvben benne van, van róla előadás is, jó lenne végignézni, hogy megértsük aztán a következőben a ganglionok kialakulási helyeinek a konfliktusát, hogy mi okoz, mit mi okoz. Mert ugye az önleértékelés témája meghatározza azt, hogy a testemnek melyik részét fogom elkezdeni bontani, azért raktam ide egy emberi testről, csontvázról szóló képet, hogy a testünk melyik részét bontjuk. Tehát az számít, hogy én mit éltem meg. Igazságtalanságot akkor a nyakamat bontani. Azt éltem meg, hogy képtelen vagyok a kezemben megtartani a dolgokat, tehát nyilvánvaló, hogy a kezemet, a csuklómat és az ehhez tartozó alkatrészeket fogom lebontani fájdalom nélkül. Az önleértékelés erőssége meghatározza, hogy milyen szöveteket fogok én lebontani az adott helyen. Nyilván, ha mozgáshoz kötött konfliktusokról van szó, akkor az izomrendszert és az inakat érintő szöveteket, tehát az izomrendszert és az inakat fogom lebontani. Ha minden mozgás nélküli konfliktust élek meg, önleértékelés, mondjuk igazságtalanság, akkor ottan a csontot, az ízületet, ízületítókot, a kötőszövet, zsírszövet lesz az, valamint az erek, amit le fogunk építeni. Most a megoldás követő fázisban jön a gyógyulás fájdalommal, tehát a fájdalom az egyenlő gyógyulás. Ezt jó lenne megjegyezni, mert különben nem fogunk tudni megnyugodni, és újabb programokat indítunk el. És mivel semmi, de semmi nem történik értelmetlenül, vagy ismeretlenül a szervezetünkben, ezért tudnunk kell, hogy a biológiai értelem itt a megoldást követő fázisban van, minden önleértékelési programnál, mert a végére, a program végére, erősebb szövetet fogunk visszaépíteni, mint amit lebontottunk. Pontosan ez az értelme, hogy valami erősebbet építsek vissza. A ganglionnak a kialakulásához tudni kell azt, hogy hogyan is fog létrejönni egy mozdulat. Például, mivel a kéz és csukló érintett leggyakrabban, azért kezdem ezzel, ahhoz, hogy én behajlítsam az ujjaimat, ahhoz, hogy behajlítsam. Mi kell összehúzódjon? Hát az alkaromon, itt belül az izmok összehúzódnak, és az izom megrövidülését az inhüvelyben futó in fogja eljuttatni a csont az ujjam végéhez, és ezért fog tudni behajlani az ujjam. Tehát van izom, van az izomnak a végén az in, amivel a csonthoz rögzül, és hogyha ez ugye messze van, akkor még van egy inhüve is, ahol ezt az egészet meg tudja csinálni. A kéz tehát mindig a kézhez, megfogáshoz, elengedéshez kötött konfliktusoknak lesz a szervi megnyilvánulása. A csípőtájék. Annak arról szól, hogy valamit képtelen vagyok elviselni. De lehet, hogy nem is így fogalmazom meg, hanem már úgy érzem, hogy nehezebbre esik ezt a helyzetet elfogadni. Néha nehezünkre esik elfogadni egy másik embernek a gondoskodását is. Mert már túlzásnak érzük, és hagyjuk már. De ez is a nehezemre esik történet, ami a sérvekről szóló előadásban benne van, hogy lágy részeket érint, és akkor alakul ki a lágyég sérv, vagy hernia inguinalis. De itt, ha a nehezemre esik érzés mellett még az is benne van, hogy nehezemre esik ezt elviselni, és nem tudom merre,
merre, hogyan kéne ezelől kitérni, akkor már a ízületi tokot fogja érinteni ez a konfliktus, és igen, az ízületi toknak az elvékonyításával képesek leszünk arra, hogy létrehozunk egy gangliont. Mert a ganglion az ízületi tok vagy az inhüvely kitüremkedése, vagy idézőjelbe sérve. Miért türemkedett ki? Azért, mert önleértékelést éltem meg konfliktus aktív fázisban. A kitüremkedés viszont azt eredményez, hogy az ízületi folyadék ide préselődik, és ez fogja létrehozni magát a gangliont, vagyis ezt a dudort. A kialakult nyomás viszont már megakadályozza a folyadék visszajutását az ízületbe, és ez nyomni fogja a környező szöveteket. Tehát maga a dudornak a kialakulása nem jár fájdalommal, mert ez még a konfliktus aktív fázisban történik. Viszont a környező szerveknek a szétnyomása az másodlagosan fájdalmat okoz már a konfliktus aktív fázisban. Vannak technikák, lehetőségek, hogy ezt a gangliont visszamasszírozzák, de erről még a továbbiakban szólni fogok. A lényeg az, hogy megértsük, hogy az adott ízület inhüvelyhez tartozó önleértékelést kell kérem szépen megkeresni és leállítani. A térdízületnél mi lesz? Ki létre fog jönni a térdízületi toknak az elvékonyodása és ott a ganglia létrehozása, ezt viszont már cisztának nevezik. Miért? Mert a térdízület az én rugalmatlanságomról szól, vagyis, hogy makacsul tudok ragaszkodni valamihez. Aztán az egész gerincoszlopról van szó a testünk önleértékelési térképe részben. Ugye már tudjuk, hogy a nyakam az igazságtalanságról, a hát az életműről, a derék a személyiségemről szól. Vagyis itt is vannak a csigolyák között csigoly közti porckorongok, de az egyes csigolyákat külön-külön összekötik még inszalagok. És ezek ki tudnak türemkedni, és ezek a létrejövő cisztáknak az alapját fogja adni. Tehát a gerincoszlophoz kötött konfliktusok megélése hajszál pontosan azon a szakaszon fog cisztát vagy gangliont létrehozni, amilyen konfliktust én megéltem. A lábam viszont azzal kapcsolatos, hogy képtelen vagyok kiállni magamért, képtelen vagyok megállni a lábamon, a bokám, hogy képtelen vagyok kiugrani valamiből, illetve hát, hogyha a lábamnak a felső részét nézem, amivel én azért szeretnék valakit fenékbe billenteni, de tehát jó nevelt vagyok, és ilyet nem csinálok, képtelen vagyok fenékbe billenteni ezt a munkatársat, mert valakinek a valakije, pedig legszívesebben azt tenném, hát akkor nyilván, hogy a lábfejnek a részén fogok én sorvasztani és visszaépíteni. A megoldás követő fázisban az ízületi tok, az inhüvely megerősödik, tehát erősebb lesz, mint volt. Csak hát minél hamarabb kellene idáig eljutni. A ganglion, tehát amit mondtam, leggyakrabban a csuklót, a kezet érinti, a láb és a boka 10%-ban érintett a szakirodalom szerint, és tessék megnézni, hogy a csukló akkor lesz érintve, amikor azt élem meg, hogy képtelen vagyok a dolgokat szorosan a kezembe tartani, mert ugye, ahhoz, hogy valamit szorosan a kezembe tartsak, ahhoz egy erős csuklóra volna szükség. De ha képtelen vagyok, lebontom a csukló szalagjait, és ez pedig, vagy a csukló alatt futó inhüvelynek a falát, és az ízületi folyadék, ha ide beáramlik, akkor létre fog hozni egy gyönyörű gangliont. Ugyanígy az új tőnél, vagy éppen az végpereceken is létre tudom hozni, ez viszont már a finom fogással, érintéssel kapcsolatos
konfliktusoknak a helye. Láthatjuk, hogy a nagylábújakon is ki tud alakulni, amellett, hogy ez már egy bütyök, és befelé fordul a nagylábúj. Azon felül még tudok egy ganglion-t ráépíteni az ízületi tok elvékonyításával, mert képtelen vagyok megállni a lábamon, képtelen vagyok kiállni magamért, se anyámmal vagy gyerekemmel kapcsolatban, se a partner oldalon nem tudok kiállni magamért, nem tudom érvényesíteni azt, amit én szeretnék. És akkor megcsináljuk magunknak a bütyköt, és nem azért, mert anyámnak is volt bütyke, és ezt örököltem, hanem ezt a viselkedést, anyám se tudott kiállni magáért a párja előtt, és ezt a viselkedési mintát lemásolom, és nekem is pontosan olyan gyönyörű bütyköm lesz, tehát nem örökülünk semmit, csak szakácskönyvet és szegénységet, ezt tessenek megérteni. A genetikai elváltozásokat is a viselkedésünk fogja beindítani, és ez is fogja rendbe tenni. Ezt a Princetoni Egyetem sejtbiológus professzora mondja el, akit úgy hívnak, hogy Bruce Lipton, van tőle előadás a weblapon. A könyöknél is szoktunk látni ilyen szép kis tasakot, teli, könnyen tapintható nyákkal. Hát a könyökömet vajon mire használom? Hát arra, hogy végre a riválist ki tudjam ütni magam mellől, de képtelen vagyok a riválisokat kiütni, vagy lehet, hogy éppenséggel anyagyerek oldalon is van probléma, és akkor mindkét könyökömnek lesz egy ilyen csüngő része, amit már bursitisnek neveznek, de valójában itt is egy könyök ganglionról van szó, ízületi folyadékkal. Ha a Baker cisztát megvizsgáljuk, akkor tulajdonképpen ez is egy ganglion. Itt látjuk a térdhajlatnak a dudorát. Ugye itt van elől, ezen a részen, itt van elől a patella vagy a térdkalács. Itt már ezt oldalból látjuk ezt a behajlított térdet. Tehát itt van a patella. Tudjuk jól, hogy a combcsont és a sípcsont találkozása az ízületi felszíneknél azért van némi eltérés, és ezt a térdízületi porcok és korongok fogják kiegyenlíteni, és szallagok, keresztszallagok rögzítik az ízületben a csontvégeket. Nos, és ezt az egészet ízületi folyadék kell, hogy sikossá tegye. De megint csak a makacságról beszélünk, és akkor itt a hajlatban hátul látjuk, ki tud alakulni az ízületi tok elvékonyítása miatt a Baker ciszta, ami valójában tehát egy ganglion. A komplikációkról is beszélünk, ha már ganglionokról beszélünk, hogy az első, amit már mondtam, hogy nyomja a környéki szöveteket, és akkor ez másodlagosan okoz fájdalmat. A folyadék bent reked. Az egy elég komplikált dolog, mert nem tud visszajutni az ízületi tokba, és ez ugye a nyomást fönntartja, tehát kellemetlen. A kollégák leszívással és szteroid beadásával próbálkoznak, de ugye tudják, leírják a szakkönyvek is, hogy sokszor kiújul, vajon miért. Hát azért, mert konfliktus aktív fázisban teszi vissza a szteroid a történetet, megerősíti a konfliktus aktív fázist, és tovább folytatódik a ízületi toknak az elvékonyodása, most már hormonális alapon. Műtéti eltávolítás, hát a sebészek nagyon ügyesen ezt az egész sérvszerű, kidudorodott inhüvelyt, ezt képesek kivágni, összevarni, és rögzíteni kell nyilvánvalóan ilyenkor az adott ízületet, de ez hova vezet? Letapadáshoz vezet, és a letapadás után
kérem szépen az ízületi merevség gyakran létrejön, vagy korlátozott lesz az illetőnek a mozgása. A lágy lézer utókezelés, ez egy nagyon jó dolog. Nekem volt három lézerem is a rendelőben, három különböző erősségű lézerem, és ezzel, ha ezt használjuk a lézerkezelést, akkor a kollagén keletkezik, és kevesebb kötőszövet, ez viszont ahhoz kell, hogy megerősödjön a toknak a szöveti szerkezete, mert a kollagén rostok azok, amelyek az ellenállását fogják biztosítani. Tehát ez mindenképpen a lágy lézer kezelése egy nagyon jó dolog, ha már éppenséggel műtétről vagy műtét nélkül próbáljuk a dolgot rendbehozni. Nyilván a konfliktust fel kell oldani, mert a lézer sugár, a lézer fény helyettem nem fogja a konfliktust feloldani. És akkor jön a lényeg, hogy ugye megműtik, rögzítik, és rögzítés után viszont szakemberre van szükség, egy olyan masszőrre, aki ezt tudja csinálni, és fel tudja oldani a letapadásokat, de már magát a gangliont érdemes olyan ember kezébe adni, aki ért ennek a masszírozásához, mert hát ha vissza tudja masszírozni, ha nem egy ülésbe, lehet több ülésbe, apránként azt a folyadék mennyiséget vissza tudja tenni, vissza tudja jutatni az ízületi üregbe, és nyilván, hogy nekem kell megoldanom át a konfliktust, és egyszer és mindenkor lezárni. Nos, a ciszták ki tudnak alakulni parenkímás szervekben is. Mi az, hogy parenkíma? Az a szervnek, a működő sejtjeinek az összessége. Tehát a vesének, a sejtjeinek a működő része, ugye van a parenkímában találjuk meg a glomerulust, vagyis az érgomolyagot, ami a vérnek a szűrését csinálja, és elsődleges vizeletet állít elő. Ez az alapvető funkció, már utána, majd ezen a sárga színnel jelzett csőrendszeren keresztül a víznek a 99%-a visszaszívódik, és csak az 1%-a fog lejutni a hólyagba és kiürülni, de az érgomolyag, amit itt piros színnel látunk, ez lesz az, ami létrehozza a vizeletet. Na most, amikor a parenkímában, a vese parenkímában cisztákat találunk, az egy teljesen normális dolog, mert ugye a ciszták ott azt jelentik, hogy konfliktus aktív fázisban megértem egy folyadék konfliktust. Tehát egy parenkimás szervet elkezdek bontani a programnak megfelelően, vagy önleértékelés, vagy a szervre vonatkozó konfliktus miatt először bontok, aztán építek. Ameddig nem oldom fel a konfliktust, addig folyamatos a bontás és az elvékonyodás. Ha olyan szervről van szó, amit ugye agytörzsi program vezérel, vagy kisagyi program, hogy először építek és aztán bontok, akkor a függőgyógyulás lesz az, ami eljuttat oda, hogy elvékonyodjon a szövet, és ezt ábrázolja ez az egész. A vesének a működő egységét, a nefront nem véletlenül hoztam ide, mert kérem szépen meg fogjuk nézni, hogy akkor hogyan és miként tudunk magunknak vesecisztát kialakítani. A veséről szóló előadásban ez már benne van, hogy a DHS, hogy túl sok a víz, tehát vízkonfliktusról, folyadékkonfliktusról beszélek, és nem arról, hogy mindenki folyik az ujjaim között. Kifolyik a pénz a kezedből, lyukas markú vagy mit tudom én. Ez nem folyadékkonfliktus. A folyadékkonfliktus valódi folyadékra vonatkozik, nem csak vízre, hanem lehet másfajta dolog is, ami folyik. A lényeg, hogy az előbb látott érgomolyagok, vagy glomerulusok, ezek elkezdenek elsorvadni, mert ha sok a folyadék, akkor le kell állítani a folyadéknak a beáramlását. Ez teljesen normális, és a
vérnyomás emelkedésével viszont a biológia biztosítani fogja, hogy a maradék szűrőn a megfelelő vérmennyiség át tudjon menni. Ez az egyetlen olyan vérnyomás emelkedés, ami a veséhez kötött vérnyomás emelkedést jelenti, tehát vese okozta magas vérnyomás. Na mi az, ami folyadék konfliktus? Csak ismétlünk, mert erről már szó volt a veséről szóló előadásban. Ha valaki lemegy a pincébe, és azt látja, hogy kérdigérő víz van a pincéjébe, örömmel fogja fogadni, vagy megütközéssel? A vihar után beázik a tető, vagy éppen a szomszéd áztatta el, és azt látom, hogy folyik a víz a függönyön, akkor az konfliktus lesz? Persze, hogy az lesz. Ha egyfolytában csöpögnek a csapok, a radiátorok, a lefolyók, tehát mindig küzdök a vízzel, nem győzöm feltörölni, vagy van egy hűtőszekrényem, ami alatt mindig túlcsa van. Ez konfliktus lesz? Természetesen az lesz. Ha konkrétan majdnem belefúltam a folyóba vagy a medencébe, mert nem tudtam rendesen úszni, ez is folyadék konfliktus. Erről rá fogok jönni akkor, ha kimegyek egy tópartra, és úgy iszonnyal nézek oda, hogy hú, a nagy mennyiségű víz már félelemmel tölt el engem. Ezt megélhetjük mondjuk egy árvíz túlélése után is, és a nagy tömegű hó vagy lavina szintén folyadék konfliktust jelent. De felrobban a bojler a fürdővel, valami hirtelen mennyiségű víz tör rám, akár útközben, akár azon kívül, ez is mind vízkonfliktus. Tehát magát a DHS-t, hogy folyadék konfliktus, remélem, hogy mindenki megértette, és nyilván, hogy itt néhány dolgot felsoroltam, de biztos, hogy van még legalább kétszer ennyi dolog, amit az emberek megélnek úgy, mint folyadékkonfliktust. És létrejön a vesecista, már a konfliktus aktív fázisban, itt látjuk ezeken a képeken, lebontjuk a glomerulusokat. A parenkíma, a veseparenkíma ábrázolását látjuk itt Hammer doktornak ábrázolása szerint, a csíralemez szerint. Tehát itt azért bontok, mert narancssárga mező, vízkonfliktus, először bontok, aztán építek. A vese piramisokban, ami sárga színnel van jelölve, ott majd a magányosság fog minket tönkretenni, és ott először építek, és aztán bontok. Na most, visszatérve a vízkonfliktus, folyadékkonfliktushoz, a lényeg az, hogy a megoldás követő fázisban új érgomolyagok jönnek létre, de ezek már itt a tok alatt fognak létrejönni, látjuk itt is. A tok alatt, vagy egészen közel a tokhoz, jönnek létre az új érgomolyagok, a régi ciszták viszont ott maradnak. Össze lesz kötve az újonnan kialakult érgomolyag, a régi cisztána, a régi elbontott érgomolyag helyével, ami most már egy ciszta, és utána onnan megy a vizelet, az elsődleges vizelet tovább a megfelelő csatornákon, ahogy azt már az előbbiekben bemutattam. Ha policiklikus és függőgyógyulás alakul ki, akkor ugye Wilms-tumorról fogunk beszélni, vagy hegesedési fázisban nefroblasztomáról, de ez mind benne van a veséről szóló előadásban. Még mindig parenkimás szervről beszélek, és a tüdő is egy parenkimás szerv. Csak hogy a tüdőben ugye nem folyadék, hanem levegő van, és ezért, ami itt kialakul, mint üreg, az nem ciszta lesz, hanem kaverna. A DHS mindig a halálfélelem, és a konfliktus aktív fázisban felszaporítjuk a léghólyagocskák sejtjeit, hogy még nagyobb felületen jussunk levegőhöz, megoldásban lebontom, TBC segítségével, és annak függvényében, hogy meddig ülök a konfliktusba, vagy hogyan bontom, vagy nem bontom, különböző
korképekről tudunk beszélni. Mert ugye, ha meg se oldottam a konfliktust, akkor azt úgy hívjuk, hogy tüdőrák. Egyértelmű. A függő gyógyulásba teszem, emfizéma. És ha nagy területet bontok le, akkor kavernákat fogok találni a lebontás után a szervezetemben. Májban. A DHS az mindig az éhenhalástól való félelem, de tessenek megérteni, hogy egész érdekesen azoknak van májprogramjuk, akik hát anyagilag jól állnak. A fedél nélküli emberek nem csinálnak májprogramot, hisz minden napra jut valami kaja, tehát nem, nincsen félelmük az éhenhalástól. Viszont akinek a nem tudom milyen vastag megtakarított pénze, hát úgy félig elfogyott, akkor nem tudom miért, de elindít egy májprogramot. Ez számomra érthetetlen, lehet, hogy velem van a baj, hiszen a túléléshez hát nagyon kevés táplálékra volna szükségünk. De hogyha én a falat megszerzéséhez szükséges pénznek az elapadását látom, vagy azt látom, hogy jön a hétszükesztendő, vagy nem fogom tudni biztosítani a gyerekemnek az ellátását, ezek mind a májra fognak hatni, ugyanúgy, mint az az egyszerű dolog, amit már mondtam, hogy én magam nem táplálkozom rendesen, mert valamilyen szent cél érdekében elkezdek extrém diétát csinálni. Ne keverjük össze az extrém diétát a bőjtel. A bőjt az egy nagyon jó dolog, én is kipróbáltam, fantasztikus hatása van, főleg, ha nem csak arról szól a bőjt, hogy na most akkor nem eszek 20-40 napig, hanem némi lelki megélések is vannak a háttérben. Ez azért jó lenne, hogyha a dolgokat nem csak az anyag oldaláról vizsgálnánk, hanem más tényezőket is bevonnánk a világ megértésébe és önmagunk megértésébe, mert akkor nem tudnánk elindítani ilyen programokat sem. Tehát amikor nem kap a biológia rendesen ételt, akkor a My Program elindul. Erre már X plusz 1 bizonyítékunk van. Tehát amikor elindítom a My Programot, akkor a májsejteket felszaporítom, viszont a megoldásba lebontom, és az üregek, azok ciszták lesznek. De mikor lesznek láthatóak ezek a ciszták? Amikor megélem a magányosságot, vagy megélem azt a félelmet, hogy kórházba vittek engem, és ez egy létkonfliktus, meg kérdés, hogy élve vagy holtan jövök-e onnan ki? Ugye semmi biztosításom nincs arra, hogy nem lábbal előre hagyom el az egészet. Viszintes helyzetbe. Szóval ez a kórház konfliktus az nagyon be tudja gyűjteni a vizet, és akkor válnak láthatóvá ezek a virtuális sejthiányok, és ezeket a cisztákat lehet, hogy rossz indulatból metasztázisnak fogják nevezni. Nem egy ilyen történet van. Hát itt látunk a képen, az ultrahangon láthatjuk, hogy itt szövethiány van, itt nem ütközött semminek sem az ultrahang. A tüdőt nézzük, ugye itt a képen az szerepel, hogy tüdőciszta, és ez a tüdőciszta csak annyit jelent, hogy kaverna alakult itt ki a tüdőnek megfelelően. Tehát próbáltam képeket is hozni a dolgoknak a megértéséhez. A női nemi szerveknek is vannak cisztái, és akkor a Bartholin ciszta, az valójában egy megoldás követő fázisban kialakult tuberkulotikus lebontása, fájdalmas, gyulladásos lebontása egy szövetszaporulatnak. Mert az a történetnek a lényege, az a DHS, hogy nem elég nedves a hüvelybe menet. És ha borászatról beszélünk, akkor így lesz a visontai bor. Szóval ha nem elég nedves a hüvelybe menet ez a konfliktusom, akkor ennek hatására elindítjuk agytörzsi központtal irányítva
a hüvelybe menet sikosítását, biztosító sejteknek a felszaporítását. Csak hogy amikor ezt le kell bontani, az már fájdalmas, és abból már egy ilyen gyulladt, akár tojásnagyságú ciszta is ki fog alakulni, amit hát nagy szenvedéssel lehet természetes úton rendbehozni. Többnyire műtétileg megnyitják, és utána nyilván ez a mirigy már nem lesz működőképes, tehát száraz marad a hüvely, és a hüvelybe menetnek a sikosítását egyéb módszerrel kell majd megoldani. Az emlőciszta, az miről szól? Hát az emlőmirigyeket felszaporítom, mert aggódom, lebontom, amikor megoldottam, és a lebontás után viszont még mindig, vagy lebontás alatt is már újra meg újra a meg nem értettséget, az elhagyatottságot, a társas magányt élem meg, és begyűjtöm a folyadékot ezekbe a lebontott sejt hiányos területekre, és kialakulnak a különböző kis ciszták. A függő gyógyulásban a mirigyállomány teljesen elsorvadt, tehát jó lenne, hölgyeim, az aggódást és a vitát, veszekedést egy életre lezárni. Van tovább, és ez a petefészek ciszta, és itt aztán sok mindenről szó van, ár a menstruációról szóló, vagy a női biológiai programokról szóló előadásban részleteztem, hogy a petefészek ciszta hogyan alakul ki. Éppen úgy, mint a here, a petefészek is a veszteség konfliktust hivatott megoldani, de én itt most bűnbakszerepben vagyok, vagyis hibásnak érzem magam a valakinek az elvesztése miatt. A konfliktus aktív fázisban a hormontermelő petefészek szövetet fogom sorvasztani. Következmény, mivel nincsen elég hormon, megvonásos vérzés lesz, a menzesz rövid ideig tart, vékonyabb lesz a nyálkahártya is a mélyüregben, és ez már elegendő ahhoz, hogy valaki meddő legyen. Feloldatlan, veszteség, konfliktus. A meddőségnek a leggyakoribb oka. És hiába fognak ott beépíteni, kérem szépen, kívülről megtermékenyített petesejteket, abból akkor lesz csak gyerek, ha abban a lélek is jelen van, és nem csupán biológiai szinten próbálok ott mutatványokat csinálni hormonális turbóval. A megoldást követő fázisban, ha megoldottam a veszteséget, oké, érzelmileg lezártam, akkor nagyszerű, mert a biológiám azt mondja, hogy akkor csapjunk bele, és dolgozzunk a fajfenntartáson, tehát fokozott lesz az ösztrogén termelés és a petesejtérés. Lásd, hogy mind a két petefészekben megérik egy-egy sejt, és akkor ezekből lesznek a két petélyű ikrek. Az exudatív fázisban, ugye a megoldás követő fázisnak van az exudatív, epileptoid krízis és hegesedés. Az exudatív fázisban exudátum, vagyis folyadék gyűl össze a petefészeknek a hormontermelő sejtjei között, és létrejönnek olyan ciszták, amelyek később leszakadnak. Itt látjuk a policisztás petefészket, már olyan, mintha egy szőlőfürtöt látnánk, sok-sok cisztával, átlátszó folyadékkal van tele, ennek semmi, de semmi köze nincsen a mély üreg nyálkahártyájához, az az endometrium, és mégis endometriózisnak nevezik. Szóval ez nagyon érdekes, azért mondtam, hogy az elnevezések körül némi tudománytalanság felfedezhető. Tehát az endometriózisnak semmi köze nincs a mély nyálkahártyához, viszont amikor az epileptoid krízis után ezek leszakadnak, és a hasüregbe szétszóródnak, az a feladatuk, hogy kapcsolatot teremtsenek valamilyen szervel, onnan vérhez jussanak, és elkezdjenek ösztrogént termelni pluszban,
hogy ha már megoldottam a veszteség konfliktusomat, akkor bomba nőként viselkedjek, és minden férfira felhívjam a figyelmemet, és mindenki engem akarjon hazakísérni. Na, ilyenkor lesz, beszélünk olyan cisztáról, amit úgy hívnak, hogy csokoládé ciszta. Miért? Mert már ötösszöveti elemek jelentek meg ebben a cisztában. Nem csak egy folyadékot tartalmazó tűzőről van szó, vagy éppenséggel zsákocskáról, hanem már kötőszöveti sejt van benne, ami elkezdi a hormon termelni, és akkor ez nem azt jelenti, hogy szóródott a petefészek rák, hanem arról van szó, hogy a gyógyulásnak a második szakaszába léptem. Ugye, hogy teljesen másképpen szól a történet. Mert a biológiai értelem az, hogy így könnyebb lesz teherbe esni a konfliktus megoldása után. Na és miért nem múlik el valakinek ez a drága úgynevezett endometriózisa? Hát azért, mert függő gyógyulásban van, és így egyre több cisztát fog létrehozni. Tehát a függő gyógyulás az a legjobban teszi tönkre a szervezetünket, nem csak szöveti szinten, hanem az agyi szinten is. Ha lezárnánk végre érzelmileg az úgynevezett veszteségkonfliktust, akkor nem volnának ilyen konfliktusaink sem. Hát elgondolkodtató. Aztán van olyan, hogy dermoid ciszta, lehet, hogy hallottunk róla, lehet, hogy nem, vagy ciszta pilonidális, ami vagy amit látjuk itt a keresztcsont tájékán jelenik meg, vagy megjelenik akár petefészekben. Miről szól ez a ciszta? Mindhárom csíralemezből származó szöveteket tartalmaz, tehát fogat, szőrt, hajat, apró csontokat, stb. És ez egy nagyon jól körbezárt tokban található, mondjam úgy, hogy szövettörmelék. Nagyon sokan feltételezik, hogy a meg nem született ikertestvérnek a maradványa, és megint itt jön a dolog, hogy nem csak biológiai szinten kéne gondolkodni, hanem a nagybetűs lelki szintet is kellene valahol ismernünk ahhoz, hogy ezeket a dolgokat maximálisan megértsük. A dermoid ciszta az nem csak a farokcsont fölötte állt, hanem a petefészekben is ki tud alakulni, ott alakul ki leggyakrabban, és gyerekfej nagyságú cisztává fog alakulni. Vajon miért, mit tudom én, valamikor a nőnek a delelőpontján, vagy éppenséggel már a változókor előtti egy-két évben, vagy éppenséggel utána. A petefészek mindig a veszteség konfliktusról szól, ezt ne felejtsük el, és lehet, hogy egy veszteség konfliktusnak egy sajátos megélése pontosan ennek a miniatűr cisztának a növekedését fogja beindítani. Itt ennél többet nem tudok mondani, mert ez, mondjam, hogy további kutatások tárgyát képezné, hogy ilyen esettörténetekkel, ha találkoznék, és ki tudnám kérdezni ezeket a hölgyeket, akkor kiderülne, hogy mi az a sajátos veszteség konfliktus, ami elindította a már benne lévő dermoid cisztának a növekedését. Mert gyerekkorban is előfordulnak ezek a dermoid ciszták, hogy akkor kezdenek el növekedni. Tehát azt a nyomógombot, hogy mire indul el ezeknek a növekedése, ne tessenek kérdezni, mert nem tudom rá választ. Viszont ha elkezdett növekedni, akkor nyilván feszülést érez a hölgy a kismedencében, fájdalma lesz, rendszertelen lesz a menzesze. És ez már megint, és fájdalmas menzesze lesz. Ez már megint arra utal, hogy a veszteségkonfliktusnak itt igencsak van jelentősége abban, hogy ez a dermoid ciszta mikor fog növekedésnek indulni. Nos, az agyhártyákról kell szólnom röviden, nagyon vázlatosan néhány gondolatot.
mert itt is fogunk találkozni egyfajta cisztával, vagy kétfajtával, vagy háromfajtával, majd meglátjuk. Szóval az agyhártya, az agyállomány és a csont között, kérem szépen, vannak agyburkok, ezek a kemény agyhártya, vagy dura mater, a pókhálóhártya, vagy arachnoidea, és legalul van a lágy agyhártya. Tehát itt látjuk a hajas fejbőrt, itt látjuk a csontszövetet, látjuk a kemény agyhártyát, ezt a vékony-vékony pókhálóhártyát, és ami alatta van, az a pókháló, ugye arachnoidea, az már a szubarachnoideális terület, és végül az utolsó, legalsó képen ábrázolt hártya, ami ereket is tartalmaz, az a lágy agyhártya, ez már viszont rajta van az agykérgen, tehát az agy állományán kívül ez rátapad. A kettő között folyadék van, ugye, amit mondtam, agygerincvelői folyadék, vagy liquor cerebrospinalis. Onnan van ez az agygerincvelői folyadék, ezt látjuk a második képen, amit úgy néz ki, mintha így a fejem tetejétől körbe csináltak volna egy metszetet. Ez egy grafikus ábrázolás, de nagyon jól mutatja, hogy hol vannak az agykamrák. Van a két oldalsó agykamra, egyes, kettes, középen a harmadik a középagyban, és a negyedik agykamrát is itt látjuk, kérem szépen a várólhíd magasságában és a kisagy között. Szóval ez a négy agykamra az, amiben agygerincvelői folyadék keletkezik, bizonyos plexus choroideusnak nevezett sejtek termelik, majd az agynak a kamra rendszeréből a negyedik agykamra tetején lévő nyíláson keresztül kijut, és bejut innen, most csak húzok egy egyszerű nyilat, és bejut innen a szubarachnoideális térbe. És ennek az a lényeg, ennek az agygerincvelői folyadéknak, hogy ezek szerint az egész agyállomány egy folyadékban úszik, benne lebeg, és ez is védi, mondjam úgy, az rázkódástól, az ütéstől és egyebektől. Tehát ez egy nagyon lényeges dolog, hogy felfogjuk, hogy a plexus choroideusok, azok itt vannak az agykamrák falában, ők termelik az agygerincvelői folyadékot, és ez az agygerincvelői folyadék innen kikerülve az agy területét és a gerincvelőt is kívülről végig tamponálni fogja, tehát körbeveszi. A szubarachnoideális ciszta, mert ugye cisztákról van szó, az az agygerincvelői folyadékkal telt hólyag, ami kialakul, tehát az agy és a koponya alap között, vagy éppenséggel ezen a pókhálóhártyán. A pókhálóhártyáról mit írnak a könyvek, hogy mezotéliális sejtekből áll. A mezotélium, mezotéliális sejtek alkotják a mellhártya sejtjeit is, tehát támadási konfliktus lesz az, amire ezek a sejtek elkezdenek szaporodni, és vagy sokasodni, és a megoldás követő fázisban fognak lebomlani. Függő gyógyulásban viszont, tehát először építettem, másodszor bontok, és bontok, és bontok, és bontok, és az lesz, hogy elvékonyodik. És így fog tudni létrejönni a szubarachnoideális ciszta. És amúgy a medicina is leírja, hogy a fej traumája után kialakuló ciszták, szubarachnoideális ciszták kapcsolatban lehetnek azzal, hogy valakinek a fejét valamilyen ütés trauma érte. Az MSD orvosi kézikönyv a családban című könyvben ezekről is olvashatunk. Na mostan a szubarachnoideális területen a lényeg,
hogy ez a hártya, ez a pókháló hártya, ez a agyidegeknek a tövét is körbeveszi. Rátapad magára az ideg fonalra. És védi ezeknek az agyidegeknek a kilépési pontját. Amint mondtam, a negyedik agykamrának a magasságából jön ki az agygerincvelői folyadék a szuprarachnoideális területre, és jut le a gerincvelő két oldalán egészen a második ágyéki csigolyáig, és jut fel a koponyába, és tölti ki ezt az egész üveget, hogy az agy egy védve legyen az ütéstől, tehát meglegyen, folyadékban van valójában ez az egész felfüggesztve. Ez egy tökéletes megoldás, és ezen az ábrán, amit itt látunk, azt látjuk, hogy magán az agyszerkezeten van a legvékonyabb hártya, ugye a lágyagyhártya. Fölötte látjuk a pókháló hártyát, és a kettő közötti tér az a szubarachnoideális terület, és legfelül a dura mater, vagy a kemény agyhártya, ami viszont már kitapad a koponyacsont belső falához, vagyis a csonthártyához. Ha megértettük ezeket az összefüggéseket, akkor a szubarachnoideális cisztát is megértettük, és ezek a vérzések, mert van ilyen, hogy szubarachnoideális vérzés, és a függő gyógyulásban maradt elvékonyodó hártyának a következménye, mert itt azért gazdagon találkozunk érhálózattal, és egyszer csak megpattan az a bizonyos ér, és így fog létrejönni egy hematóma. Na most van topozmirigy ciszta is, és akkor itt utalnék egy külön előadásra, aminek címe Éberkóma és az archaikus varázsdallam, a Májstudenten Méken 15. esete. Ez ugye a Májstudenten Méken könyv fordítása után került bemutatásra, és a történet egy aneurizmának diagnosztizált topozmirigy programról szól, ami műteni akartak. Na de itt látjuk azt a képet, ami a Hammer doktor könyvében található a topozmiriggyel, ez viszont egy másik CT kép, amit én az interneten találtam, és milyen érdekes, tökéletesen ugyanarról a képről, tehát ugyanarról a körbe jelzett területről szól a dolog. Tehát a topozmirigy ciszta hogy tud kialakulni, és akkor csak emlékeztetőül röviden a történetnek a lényege, ugye az ependinum konfliktus, vagyis annak a megélése, hogy ki szeretnék innen szabadulni, ez a DHS. Ugye tudjuk, hogy a drezdai környékéről származott, tehát Kelet-Németországból származó beteg elkerül Stuttgartba a fal lerombolása után a nyugati részre, oda megy férjhez, de meghal a férje 2009-ben, és visszaköltözik Dresdába, viszont már a világ megváltozott, már nem a régi kellemes DDR fogadja, ahol mindenki mindenkit ismert és beszélgetek egymástól, hanem a kapitalizmus az tökéletesen hatott a kelet-német területekre is, sőt. És az a munkahely, ahol nem érezte jól magát, számára azt az érzést hozta, hogy ki szeretnék innen szabadulni. X plusz egy esetben pályázott más helyeket, és nem kapott más helyett, tehát a konfliktus aktív fázisban a nagyagy baloldali kamrájában elindította ezt a plexus choroideusnak az ependinum tumorát, elkezdte ezt a sejt halmazt kialakítani, és ez az agytörzshöz tartozó csíralemez szerint, tehát itt sejtszaporulat indult. A megoldásban
mikor végre kapott egy új állást, akkor kezdődött meg ennek a sejttömegnek a lebontása tuberkulotikusan, viszont egy cisztát hozott létre a lebontás után, egy ciszta keletkezik, ami viszont bevérzett. És ezt úgy gondolták, hogy aneurizma. Na most a második konfliktusa a betegnek az volt, hogy vesegyűjtő csatornát is lezártam, mind a kettőt, ebből alakult ki nála az agytörzsi konstelláció és az éberkóma, és ezen segített a más studentem Méhen, ha még emlékszünk erre a történetre. Csak szeretném felidézni, hogy érdemes ezeket az esettörténeteket megismerni. A tobozmirigy, tehát az a fényhez kötött konfliktusnak a helye. Kevés dolgot tudunk a tobozmirigyről, de amit tudtam, azt a hormonális rendszerről szóló előadásban részleteztem, itt csak néhány dolgot szeretnék emlékeztetőül felhozni, hogy a DHS az lenne, hogy az ember, ha hosszú ideig nem látja a nappali fényt, akkor itt a tobozmirigy működését fogja befolyásolni, kialakul egy úgynevezett pinealóma, mert ugye tobozmirigy sejteknek az elnevezéséből származik ez a pinealóma, és létrejön egy sejtszaporulat, amit a megoldásban a lebontással létrehoz egy kavernát. Na megint látunk ugye kavernáról, vagyis üreg képződés jön létre, és hogyha a konfliktusok rövid ideig tartanak, többször ismétlődnek, ugye, akkor picike tumorok fognak létrejönni, kicsi kavernák, és a végén ezek elmeszesednek, amit Maze Grease-nek neveznek a szakirodalomban, mert úgy néz ki az kalcium lerakódás miatt. Tehát policiklikus lefolyásról beszélünk. Még mindig arról szól a történet, hogy ez a fénnyel való konfliktus, ez nincsen megoldva. Minden nap, vagy minden héten, vagy minden két hétben ez megtörténik. Mert ugye, ha téli időszakban vagyunk, és reggel megyek el dolgozni, amikor még sötét van, és mire hazajövök, már megint sötét van, és a munkahelyemen is műfény fogad engem, akkor a biológiát nem lehet átverni, kérem szépen, semmilyen LED lámpával vagy napsugárzást utánzó fénnyel. Ha nincs fény, akkor leállítjuk a szaporítást, mert mi kell a túléléshez? Levegő, víz, táplálék, fény és hang. Tehát ha nincsen fény, akkor le fogja állítani a tobozmirigy a szaporodást. Ez is a meddőségnek az egyik oka. Na most a jobb oldalt a tobozmirigy azért van, hogy fogadja a fényt, bal oldalt, meg azért, hogy megszabaduljon a sötétségtől, és a endokrin rendszerre való hatása nem csak az agyalapi mirigy blokkolásáról szól, hanem blokkolja a hasnyálmirigyet, a mellékpajzsmirigyeket, a mellékveséket és a nemi mirigyek aktivitását is. Tehát ha az, ami az agyalapi mirigy fölött van, az ezek szerint egy még magasabb szintű irányítás, mint ami az agyalapi mirigyre vonatkozik. Tehát a tobozmirigy váladékainak a hatása főleg gátló jellegű. És amikor az agyalapi mirigyre kifejti a hatását minden szinten, akkor úgynevezett Simmons-kórról fogunk beszélni. Ez az agyalapi mirigy vérellátási zavara által tud megnyilvánulni, de ez tobozmirigyből induló program. Szóval fényhiányában nincsenek meg az életfeltételek, tehát terméketlenek leszünk. Ezt jó lenne megjegyezni. A
Topozmirigy képes előállítani ő maga egy nagyon erős hallucinogént. Ezt úgy hívjuk, hogy dimetiltriptilin, vagy DMT a rövidítése. Ezt megtalálhatjuk számos növényben, és a dél-amerikai sámánok ősidők óta használták a szellemvilággal való kapcsolatteremtésben. A dimetiltriptilin képes az ember tudatát a teste elhagyásával túlvilági síkokra szállítani. És azokat a dolgokat, amiket ilyenkor az ember ott lát, megtapasztal, fények, hangok, stb. Képek formájában, ezek nem hallucinációk, hanem valódiak. Tehát kijelenthetjük, hogy a topozmirigy a metafizikai harmadik szemnek a biológiai szerve. És nem attól lesz valaki, nem attól nyílik meg a harmadik szeme valakinek, hogy tesz egy pöttyöt a homlokára, vagy extrém diétákat követ, hanem akkor fogja ezt a harmadik szemes látást elkapni, vagy egyáltalán elérni, amikor végre békében fog élni önmagával és a világgal. A sámánoknak a szerepe minden ősi közösségben az volt, hogy ők tartották a kapcsolatot a szellemvilággal, mert a biológiai szemünkkel a 4%-ot látjuk. Ő is ott, aki ott ül a orvosi táskán, ennyire képes. De ha én tudom, hogy nem csak egy biológiai lény vagyok, és hogy a valóság a 100%, vagyis a valóság 96%-át a szememmel nem látom, de érzékelhetem, vajon mikor? Csak is akkor, ha végre békében élek a világgal és önmagammal. És ehhez el kell tudjam fogadni a dolgokat úgy, ahogy van. Nos, visszatérünk a germán gyógytudományhoz, hogy megértsük, hogy miben segít a germán gyógytudomány megelőzésben és terápiában egyaránt. Mert aki már ismeri az 5 természettörvényt, kérem szépen, az végre megnyugodhat. Tehát minden, ami bennünk történik, a túlélésért van, csupán meg kéne engedni, hogy a megoldás végére jusson el a biológia. Vele született eszközeink vannak ahhoz, hogy hatékonyan tudjunk védekezni minden külső behatás ellen. Nyilván itt kivételt képeznek ezek a modern sugarak, meg a röntgensugár. A röntgensugár nem egy olyan dolog, amivel a biológia bármit is tudna kezdeni. Aztán a leghatékonyabb dolog az lenne, hogy el sem indítjuk ezeket a programokat, ha már megértettem itt ezen a táblázaton, hogy minden program csak azt mutatta meg, hogy hol nem tudtam elfogadni a világot és önmagamat olyannak, amilyen, akkor talán ezzel kellene foglalkozni ahhoz, hogy feleslegessé tegyem ezt a táblázatot. A legfontosabb megoldás: nem újjék el nap a te haragoddal. Újrakezdés, új alapokon, minden nap egy új lehetőség, nézzük meg. És ha mégis megjelenik valami tünet, akkor legyünk szívesek örülni a gyógyulásnak. Megkeressük, hogy ezek a tünetek éppen milyen program megoldásáról szólnak, pontosan azért, hogy tudjam érzelmileg is lezárni, ne csak a megváltozott körülmények miatt oldódjon meg valami, hanem tudjak tényleg pontot tenni egy-egy félelemnek a végére.